A házi orvosi rendelésen kívüli egészségügyi ellátást az önkormányzatoknak kell megszerveznie. Bár kapnak erre pénzt a központi költségvetésből, a sok esetben nem elég, így az önkormányzat kasszájából kellett kipótolni a hiányzó összeget. 2021. júliusától a kormány elindított Hajdú-Bihar megyében egy kísérleti programot, amelynek az volt a célja, hogy kipróbálják, mi történik, ha nem az önkormányzatok, hanem az országos mentőszolgálat szervezi és biztosítja az ügyeleti ellátást. 21 településen valósult meg az új működési struktúra szerinti ügyeleti ellátás. Az állam 1,1 milliárd forintot szánt a programra, amit részben az Európai Szociális Alap, részben a magyar költségvetés finanszírozott. A pilot úgy tűnik, teljes siker volt, az új egészségügyi törvényben az szerepe, hogy a Hajdú-Bihar megyei modellt Budapest kivételével országosan kiterjesztik. Ennek természetesen az az egyik fő üzenete, hogy az országban minden egyes megyében teljesen hasonló ellátási koncepció mellett ugyanazon szakmai elveket garantáló ügyeleti rendszer fog szépen lassan kialakulni országosan. Annak érdekében, hogy a lakosság minden egyes járásközpontban van, ugyanolyan minőségű, ugyanolyan szakmai tartalmú alapellátási ügyeletet tudjon kapni. Gyakorlatilag két bázisa van ennek. Egyrészt egy háziorvosok által nyújtott, meghosszabbított rendelkezésre állási idő hétköznapokon este 10 óráig, ahol pontosan azokat a feladatokat, amit az állampolgárok napközben, munkaidőben nem tudtak valamilyen objektív oknál fogva igénybe venni, azt ezen a meghosszabbított háziorvosi rendelkezésre állás során meg tudják tenni, akár például szükséges gyógyszerek hétvégi felírása meg tud valósulni, illetve az este 10 utáni időszakban pedig már klasszikus a sürgősségi ellátás igényeinek megfelelően az országos mentőszolgálat által működtetett ügyeleti ellátó központok fogják biztosítani a megye sürgősségi ellátását este 10 után. De más pozitívumokat is jelent majd az új rendszer a betegek számára. Most már egyetlen egy telefonszámot kell hívni ügyeleti időben, ami az Országos Mentőszolgálat Mentés Irányító Központjába fog csörögni, és az itt ülő mentés irányítók, akik nap mint nap ezt a feladatot végzik, fogják eldönteni, hogy a bejelentést szakmailag értékelve erre a bejelentésre, ehhez a beteghez mentőautót kell küldeni, ügyeleti rendszerhez kell irányítani, vagy akár a lakására ki kell küldeni egy ügyeleti ellátó egységet. Tehát egy kézben lesz, egy kézben összpontosul gyakorlatilag a beteg ügyeleti rendszerének az irányítása, és ez a legfontosabb feladat, hiszen a betegnek nem kell a mentőszolgálat, kórházi, sürgősségi osztály, eddigi ügyeleti szolgáltatók közötti telefonszámok, akár házi orvosi telefonszámok között válogatnia, hogy egy adott esetben kit és mikor, milyen telefonszámon hívjon, hiszen ez az egységes hívószám garantálja azt, hogy mindenki egy ponton tud belépni a rendszerbe, és kérhet segítséget, és kaphat az állapotához igazított szintű sürgősségi ellátást. A pilot előtt házi orvosokat kellett kötelezni az ügyeletre, és még az alapellátók fiatalabbak voltak, addig ezzel nem volt probléma, de a 60 év felettieket már nehezen lehetett rávenni a plusz feladatok elvégzésére.